Betegek a műves állomáson hetente többször is dializálják az ideérkezőket. A megyében 3 hasonló állomás működik. A vesebetegek száma évről évre nő, havi rendszerességgel több tízezren járnak gondozásra országszerte. Nyíregyháza a legnagyobb létszámú, körülbelül 180 beteget dializálnak, hetente 3-4 órában, illetve ezen kívül vannak olyanok, akik otthoni dializisen dializálják magukat, ők körülbelül 40-en vannak itt a Nyíregyházán. Ezen kívül Kisvárdán és Mátészalkán van műves állomás, itt két műszakban, naponta két műszakban dializálják a betegeket, körülbelül olyan 70-es létszámmal működnek. A vesebetegség ma már népbetegségnek számít, a világ lakosságának közel 14%-át, Magyarországon több mint 800 ezer embert érint. Magas vérnyomás, cukorbetegség és elhízás, ezek a betegségek okozhatják leginkább a vese problémákat. Időskorban a legjellemzőbb, 70 év felett minden 10. embert érint. A Magyarországi Művese Programban kezelt betegek 50%-a 65 év feletti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre több sikeres vese átültetést végeznek. Örömmel tudjuk mondani, hogy a 2016-os év igen sikeres volt Szabolcs megyében. Ebben az évben már több mint 12 beteg kapott új vesét a megyéből. Ez országosan is kiemelkedő szám, és én úgy gondolom, hogy a betegeknek ez mindenképpen egy olyan biztató jövőképet jelent, ami sokat segíti a krónikus betegeknek az ellátását is. Jelenleg 150 ezeren élnek magas vérnyomással és 50 ezeren cukorbetegséggel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ők a legnagyobb rizikófaktorú betegek, hangzott el a Vesebetegek megyei egyesületének közgyűlésén. Az egyik legfontosabb feladatának a figyelemfelhívást tekinti a testület.